sportoló gyerekek büntetése helyett stratégiával harcoljon a kormány a mozgásszegény életmóddal szemben, ezt várja el a Mi Hazánk Mozgalom. Ismeretes, hogy a Belügyminisztérium benyújtott egy törvénytervezetet, amelyben azt kezdeményezik, hogy az egyesületben sportoló gyerekek sem kaphatnak a későbbiekben felmentést a testnevelés órák alól. Eddig ők heti 2 testnevelés órán számukra nem volt kötelező, hogy részt vegyenek. Indoklást az törvénytervezethez a Belügyminisztérium nem fűzött, csak egy sajtóban megjelent nyilatkozat az, amelyre támaszkodhatunk ezzel kapcsolatban, és itt azt állította a Belügyminisztérium, hogy romlott a gyerekeknek a fizikai állapota. Hogyha a Netfit méréseket nézzük meg, és összehasonlítjuk a 2019-20-as mérésekkel, tehát a Covid előtti utolsó időponttal, akkor azt láthatjuk, hogy az ingafutás esetében romlott valóban a diákoknak a teljesítménye, további 3 mutatóban ugyanakkor javult, és 4 mutató volt, amelyben stagnálást észlelhetünk, tehát nem ennyire egyértelmű a helyzet, ugyanakkor a Mi Hazánk sem gondolja, hogy ne lenne további teendőnk ezen a téren. De éppen az ellenkezőjét kellene annak csinálni, mint amit a kormány most tesz, hiszen ezek a gyerekek, akik délután sportfoglalkozásokon vesznek részt, már eleve túlterheltek, ezzel az intézkedéssel pedig elveszik a kedvüket az általuk választott és szeretett sportáktól. Azért is hibás a Belügyminisztérium tervezete, mert a testnevelés órákon nagyon sok iskolában nem adottak az infrastrukturális feltételei annak, hogy ezeket normális körülmények között meg lehessen tartani, illetve az egy észszerű intézkedés volt eddig, hogy a 0. vagy az utolsó testnevelés óráról el lehetett jönni annak, akinek egyébként is edzése volt azon a napon. A fejlődésüket is jobban szolgálja, ha több közösségben más sportágakat is ki tudnak próbálni, illetve olyan szakemberekkel tudnak az egyesületekben együtt dolgozni, akik szintén segítik őket a mozgásban. Az ellen különösen tiltakozunk, hogy a néptáncot kivonják teljes mértékben ebből a körből, ezzel a nemzeti kultúra ápolása ellen is hat a Belügyminisztériumnak az intézkedése. A Mi Hazánk Mozgalom szerint éppen, hogy be kellene vonni a délutáni sportba, a szabadidő sportba is a gyerekeket, hiszen rendkívül rosszak a mutatóink ezen a téren. A 15 éveseknek az 1/4-e túlsúlyos vagy elhízott, ezzel az Európai Unió második legrosszabb adatát produkáljuk e tekintetben, és a felnőtt lakosság esetében még rosszabb sajnos ez az arány is. A mozgásszegény életmód olyan mértékben elterjedt Magyarországon, hogy az emberek 3/4-e saját bevallása szerint soha, vagy csak nagyon ritkán sportol. Az állami programokban sem célozzák meg azt, hogy a gyerekeket bevonják ebbe. Például az olimpiai 5 próba rendezvény sorozatában az ajándéktárgyak között gyerekméretet nem is lehet választani. A Mi Hazánk azt is kezdeményezi, hogy a szabadidősport rendezvényeket, szervezőket, az ilyen szervezeteket segítse a kormány, illetve különböző kedvezményekkel népszerűsítse a szabadidősportot a gyerekek körében is, illetve a felnőttek körében is. Az, hogy a Belügyminisztérium éppen ezzel ellentétes jogszabályt nyújtott be, a Mi Hazánk szerint egy beismerése annak, hogy nem tudják azokat a feltételeket biztosítani, amelyek szükségesek lennének az előrelépéshez, ezért a törvénytervezet visszavonását követeljük.